Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Diákjárőrök a városban. Turisztika és közrend kéz a kézben. Átadás, átvétel. Hasznosításra vár a diszeli iskolaépület. Különleges járgányok. Trájkerek utaztak át Tapolcán. Új burkolatok. Útfelújítás városszerte. Elkezdték a diák munkások nyári szolgálatukat a Turinform irodában és az irodával szorosan együttműködő Tapolcai Rendőrkapitányság felügyeletével a diák járőr szolgálattal is. Július és augusztus folyamán ők lesznek segítségére a Tapolcára látogató turistáknak. A mai nap apropója az, hogy ma elkezdődik újra a diák munka nálunk az irodában. Július és augusztus hónapban két-két fő helyi diák fog segíteni a munkánkban. A diákok fönn a Tamás Jara Művelődési Ház előtt egy kis infopult mögött fognak információkat adni a hozzánk érkező turistáknak. Az egy nagyon jó hely, nagyon sokan keresik meg. A lányok ügyesek, mi már harmadik éve van nálunk, tehát tapasztaltak. A másik pedig az a az iroda már régóta bűnmegőrzési pontként működik, és nagyon jó a kapcsolatunk a tapolcai rendőrséggel, az őrnagyúrral, és tavaly már olyan lehetőségünk volt, hogy személyesen is jelen vannak, nem csak kiadványokon keresztül az irodánkban, az idévre pedig ezt tovább tudjuk folytatni, ez az apropója ennek a mai napnak. A Tapolcai Rendőrkapitányság több éve együttműködik a Turinform irodával Tapolcán, ahogy a Tamás is mondta, irodavezető úr, korábbi időszakban mi csak kiadványokkal jelentünk meg, aztán nálunk is egy kis fejlesztés útján, most már személyesen is itt tudunk lenni, delegálva a feladatra a helyi diáktolmácsainkat, akik nálunk a Turinform irodában vannak elhelyezés, a turisztikai időszakban alkalmazásban a rendőrkapitányságon látják el azokat a hasznos információk, közvetítéseket a beérkező turistáknak, külföldi állampolgároknak, illetve a magyar ideglátogatóknak, ami gyakorlatilag segíti a napjaikat. Célunk az nem más, mint hogy kézzelfoghatóan, személyes kontakttal is megkapják azokat a kiegészítéseket, információkat, amik segítik a jogsértések elkerülését, egy kicsit segítik a napjaikat. Ha kell, akkor jogi segítségnyújtásban is tudunk segíteni, illetve közben járni. Az állandó segítő központot említeném még pluszban, mint közreműködő partnerünket, akinek a szórányban szintén megtalálhatóak. Ezen arról szolgálna, ha valaki hozzánk, magát a túlinformidát is felkeresve segítséget kér a kapitányságtól, akár közvetlenül az iroda irányában, ha kell, akkor pénzügyi segítségben, hazautaztatásban, egyéb konzuli segítségben tudnak helytállni. Illetve említeni még az iskolaimet, akik a háttérben állnak, akik szintén a nyári időszakban bűnmegelőzési feladatokat látnak el velem együtt, de így karöltve, vegyes párosba, járőrszolgálatot, polgárszolgálatot látunk el a város különböző területén, és igazából a közvetlen tartózkodókat is megpróbáljuk megszólítani. Az idei az utolsó tanévzáró volt a Gönczi Pál iskolában Diszelben. Szeptemberben egyel kevesebb oktatási intézmény kezdi meg a tanévet Tapolcán. Az épület Tapolca város önkormányzatái, így most a cél értelmes, esetlegesen hosszú távon bevételt is jelentő funkció megtalálása lesz. Hétfőn, kedden megtörtént az átadás, átvétel, az ott maradt holmik pedig gazdára találtak a város cégeinél, az önkormányzatnál és a Széchenyi középiskolában. Diszel városrészben, Diszel faluban a régi falusi iskolát nagyon sokáig használták, és hát sajnos úgy alakult a gyermeklétszám, úgy alakultak az igények, hogy erre már nincs szükség, és nem tart rá igényt sem a tankerület, sem a képzési centrum. Visszakapta a város az épületét, hiszen az épület tulajdonjoga mindig is a városé volt, és most azon gondolkozunk, hogy milyen módon tudjuk majd hasznosítani. A kollégákat, kolléganőket megkértem arra, hogy egy részletes felmérést készítsenek az épületről, a telekről, és aztán a képviselőtestületet bevonva megpróbáljuk a legjobb hasznosítási módot megtalálni, és bízom benne, hogy olyan megoldást tudunk keresni,
ami aztán utána a városnak nem csak egyszeri bevételt, hanem mondjuk hosszú távon adóbevételt is termelne. Tehát én azt gondolom, hogy az ingatlan elhelyezkedése alkalmas lenne például egy panzió üzemeltetésére, idősek otthonának, esetleg társasházépítésére, nagyon sok mindenre. Bízom benne, hogy találunk majd befektetőt, és jól dönt majd a képviselőtestület, hiszen komoly vagyonelemről beszélünk. Az átadás átvétel folyamata tart most már egy-két napja. Nyilván nagyon sok holmi maradt itt az épületben. Mi lesz ezeknek a sorsa? Hát azokat az eszközöket, tárgyi eszközöket, amit az oktatásban be lehet még vetni, elsősorban most a baptista iskola van itt, és nézegetik, hogy mit tudnak beépíteni, hiszen itt Diszelben folyt pékcukrász képzés is, és a baptista iskolában pedig szintén a vendéglátáshoz kapcsolódó képzések folynak, hogy valószínűleg tudják hasznosítani az itt maradt eszközök egy részét. Aztán természetesen nyomtatókat és egyéb ilyen eszközöket a hivatal is tud hasznosítani, és ami meg nem jó semmire, hát azt sajnos elvisszük és hulladéklerakóba elhelyezzük. Mikor fog a képviselőtestület elé kerülni, akár informális módon is ez a téma, mikor fognak vele foglalkozni, hogy mi lesz az épület sorsa? Informális módon szerintem már egy hét múlva tudunk erről beszélni. Közben megrendelünk egy értékbecslést, és abban bízom, hogy az értékbecslő egy hozzávetőleges összeget, egy előzetes jelentést ad majd a képviselőtestület számára, ami alapján el lehet kezdeni gondolkozni a hasznosítás módjáról. Vagány, tekintélyt parancsoló és szabadságot sugárzó jelenség a chopper típusú motor, és ennek még feltűnőbb változata a trike, a háromkerekű motor. Azt pedig, amikor egy egész csapat zúg el mellettünk az úton, megállásra késztető lebilincserő látvány. Majdnem 100-an jelentek meg az elmúlt héten pénteken Tapolcán a vasút környékén az éppen arra járók nagy örömére. Tapolcán nem volt beharangozott, meghirdetett látványosság, ezért leginkább az éppen arra járók csodálhatták meg azt a közel 100 darab háromkerekű motor monstrumot, amelyek túra útvonal a városunkat is érintette az elmúlt hét péntekén. Délelőtt 11 és 12 óra között a vasútállomás előtti körforgalmat és a Petőfi Park környékét rendőri biztosítás mellett ellepték az elképesztő kinézetű hatalmas trike motorok, hogy a zömében magyar és osztrák vezetőik egy kicsit megpihenjenek és egy frissítőt vagy egy jó fagylaltot elfogyasszanak a közeli Borostyán cukrászdában. Töreki Anett üzletvezető elmondta, a nemzetközi trike találkozó szervezői keresték meg őket korábban, hogy ellátnának-e ennyi vendéget egy fagylaltal, ők pedig álltak elébe. Városszerte zajlanak az út, járda, parkoló felújítások és építések. A kivitelező Via Vomito Kft. Mart és meleg aszfalttal látja el a korábban kijelölt területeket. A munkák jó ütemben haladnak, a diszeli és barackosi városrészbe is heteken belül eljutnak, tudtuk meg Puskás Ákos alpolgármestertől a kivitelezővel folytatott városházi egyeztetés után. Mai napon egy megbeszélés volt az aszfaltozásos, útfelújításos projekttel kapcsolatban. Áttekintettük, hogy mi az, ami elkészült eddig, mik vannak folyamatban, és mi várható a közeljövőben. Július hónapban mire számíthatunk, merre és hol, város melyik részén fognak útfelújítási, parkolóépítési munkák végrehajtódni, megtörténni. Az elkövetkezendőkben nagyon sok helyen láthatták, hogy dolgoztak, járdákat építettek, utakat építettek. Most a járdaépítésekkel párhuzamosan elkezdődnek a martaszfaltos részeknek a felújításai. Azért csak most kezdődnek el ezek, hiszen a technológia, a szakmai szakemberek azt mondják és azt tartják, hogy ez megfelelő hőmérséklet kell. Tehát a martaszfaltosoknak igazából most tudnak nekiállni, most van napközben és éjszaka is van átlag hőmérséklet, ami megfelel ennek a szakszerű elterítésére és betolkozására. Az elkövetkezőkben is hamarosan a Május 1 utcában, a temetőnél, a régi temető környékén, a Viszló környékén fognak martaszfaltos utak és parkolók elkészülni. Azok készülnek el, amire igény volt a választópolgároktól, a képviselőktől. Különböző felújítások kapcsán a korábbi időszakban is számos helyen, módon, formában tájékoztattuk a lakosságot, az ott élő vállalkozásokat, hogy működjünk együtt, hiszen közösen sokkal könnyebben és sokkal hamarabb megtörténnek ezeknek az utaknak a kivitelezése.
ez a közeljövőben is így fog történni. A képviselőjelöltek a média segítségével tájékoztatni fogjuk a lakosságot, hogy mikor és hol fognak történni felújítási munkák. Leghamarabb itt a Május 1 utcai részen fog megtörténni a közeljövőben a parkoló felújítása, építése, és itt kérjük is mindenkinek a közreműködését, az együttműködését, hogy a járművekkel álljanak el arra a pár napra, amíg a kivitelezés megtörténik, hiszen közös érdekünk az, hogy utána, miután ezek megújulnak, felújításra kerülnek, akkor valamennyien együtt élvezhessük annak előnyeit. A Sebron útja is, a főbb, a bevezető út is szóba került a korábbiakban. Mi a helyzet ezzel? Ez is meg lesz-e hamarosan? A Sebronnál két része van az útnak, amit szeretnénk elkészíteni, felújítani. Egyrészt a főúttól, a 77-es úttól az átjáróig, a vasúti átjáróig, arra szeretnénk egy komoly teherbíró képességű aszfaltot elteríteni és elkészíteni, onnan befelé pedig további részeken is aszfaltos utat készíteni. Azért, mert tudjuk, hogy nagyon sokan járnak, nagyon sokan használják, élnek ott életvitelszerűen is, és fontosak ők is a város részére, úgyhogy ott is készítünk utakat. Ott még módosítások vannak folyamatban, de amint azok elkészülnek, akkor ott is tudjuk a feladatokat, a munkákat végezni. Nagyon sokan várják Diszelben, például a Mezőimre utcában is, hogy végre aszfaltos utat kapjanak. Reménykedhetnek-e akkor ők is, hogy a következő hetekben odaérnek a munkások és a gépek? Igen, ők is nem csak reménykedhetnek, hanem reményeink szerint, ha meg is fognak történni. A korábbi időkben is már, ahogy említettük, vagy korábban interjúkban, vagy újságcikkekben képviselőktől tájékozódhattak, ott is martaszfaltos út fog készülni, és a martaszfaltosnak ugye most lehet majd nekiállni a technológia miatt, úgyhogy ott is remény szerint a nyáron ott is el fognak készülni azok az útszakaszok, például a Mező Imre utcában, vagy Berek utcában, amelyek ugye a felújításra megérettek. Talán a leglátványosabb része majd, hiszen a legtöbb összefüggő felület itt lesz, a Barackos. Ezt is nagyon-nagyon sokan várják, de nem csak a Barackos lakói, hanem akik az Y-ban laknak, hiszen ők is szenvednek a nyári melegben szálló portól. Igen, ez nagyon régóta tartozása a városnak, a városrész lakói felé, mint ahogy a város többi részén is. Ott az ígéretünkhöz híven, ugye 2019-ben már készült ez szakasz. Régóta megérett már rengeteg az új lakó, rengeteg a beköltöző, az építkezés, és megérett a dolog arra, hogy egy martaszfaltos burkolatú utak készüljenek el ott. Augusztus folyamán a kivitelező tervezete szerint időjárás függvényében, meg az alapanyag függvényében augusztus folyamán el fognak készülni ott is ezek az utak. Valamennyi utat szeretnénk egy ilyen martaszfaltos burkolattal ellátni, hogy végre ne a port szívhassák, hanem normálisabb életkörülmények között élhessenek az ott lakók. A költségvetésre kérdeznék rá, elég lesz-e az az összeg, amit tervezett rá a város, hiszen látjuk, hogy nap mint nap emelkednek az árak, nyilván így van ez az építőanyagok és az úttal kapcsolatos anyagok árával is. Szerencsés a város, hiszen egy szerződés keretében ugye a kivitelezővel lefektetett paraméterek mentén ugye szerződésünk van, hogy mit és mikorra kell teljesíteni. A teljes kivitelezés 5 hónapja van a kivitelezőnek, ebben még bőségesen benne van, hiszen április elején kötöttünk vele szerződést, tehát ha kiszámoljuk, akkor az ősz folyamán jár le, tehát nincsen elkésve. Nyilván ő is ütemezi a feladatokat, és mivel máshol is dolgozik, ezért valahova most fog odaérni, valahova meg majd csak később augusztus folyamán. A munkálatok elvégzésére az önkormányzat bölcsen, amifelő mennyiségű forrást tett oda, a államtól kapott pénzt kiegészítette, több mint 100 millió forinttal, úgyhogy reményünk szerint teljesen elegendő lesz az a forrás, amire jelenlegi költségvetésben rendelkezésre is áll. A krónika végén nézzük még egyszer főbb híreinket röviden. Diákjárőrök a városban. Turisztika és közrend kéz a kézben. Átadás, átvétel. Hasznosításra vár a diszeli iskolaépület. Különleges járgányok. Trájkerek utaztak át Tapolcán. Új burkolatok. Útfelújítás városszerte. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő, friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!